Itt Pápán szeretnéd a Ferencváros megszerezni második győzelmét a bajnokságban, és hát a mai mérkőzés egyik kérdése az, hogy a Fradi Tomás Doll együttese melyik arcát mutatja? Kukuruzovics. Böde felé, Böde el tudja fejelni, és van érkezember is középen, de már fúj a bíró, szabadrugás lesz kifelé. Böde. Be tudja adni Böde Dániel, van is érkezember, jó a lekészítés, az első nagy helyzet a mérkőzésen, Busai lő. Böde. Böde, jó a lefordulása, Böde. Nem volt kint Böde, beadja Szűcs! Laut szerezhetett volna gólt. Igazából egy picit talán mögé jött a labda, nem úgy találta el, ahogy szerette volna. Mindannyian tudjuk, hogy Kenesei nagy barátságban van a labdával, de hát a kondíciója és a sebessége az már azért nem a régi, tehát valószínűleg a fél pályáról indulva nem fog egyedül végigvinni egy akciót, kicselezni két-három védőt és befutni a kapuig. Busai! Busai lő, Szűcs leér! Szép volt az, amit Busai csinált, és szép volt a védés is. Kenesei! Kapura! Kapu mellé! Hopin! És ebből még így helyzet is lehet, sőt van is, jön a kapujából Dibuszi, és remekül jött a Fradi kapusa, azonban a veszély még nem múlt el, csak most. Kenesei, és akkor most úgy dönt, hogy inkább tartsa meg biztonságosan a labdát a Pápa, Zulevsz. Csizmadia sprintelt, egy óriási Csizmadia, beadja! Gól! Vezet a Pápa, Popi! A most debütáló játékos megszerzi az első gólját a Magyar NB1-ben. Óriási meglepetés, óriási fordulat, óriási öröm és óriási dráma. Laut. Ő is próbál aktívan futballozni, de az átütő erő hiányzik. Laut. Ez szép. Ellőheti. Eltekeri Laut. Pedig nem sokat tévedett Laut. Nem ám. 10 centit körülbelül. Újabb ívelés. Böde felé. Mateusz az 5 és felesnél. Nem értem, hogy a Ferencváros miért erőlteti középen a támadásokat. Jó, most már Szűcs! Most már ugye ívelgetni kell, ez érthető, mert kevés idő van. És lehet, hogy ezzel az egy akcióval nyerni tudnak. Böde fejjel, ugrik Jagodics, Ugrai, lövés fölé! Óriási meglepetés a Peru stadionban, a másik fordulóban. A Ferencváros nem, hogy 3 pontot nem tud elvinni Pápáról, 1 pontot sem tud megszerezni.